Kalapács nyomok Fehér Miklós sírjának üvegborításán. Ezt próbálták meg először összetörni a tolvajok, de nem sikerült nekik. Ezután estek a márványnak. Azt már fel tudták törni, így jutottak hozzá az erekjékhez. Az egykori labdarúgó édesanyja vette észre, hogy mi történt, épp virágot vitt fia sírjára. Az egész családot megdöbbentette a látvány. Különböző ilyen tejtárgyakat, mászt, sálat, ilyesmiket vittek el, porcelán figurákat. Hát kibontották az oldalát, úgy felemelték a fedlapot, egy üveg fedlapot, ugye hát végig is az üvegen keresztül lehetett látni mindent, hogy mi van oda elhelyezve. Azok a tárgyak voltak az üveglap alatt, amelyek különösen fontosak voltak Fehér Miklósnak. Én tudom nagyon jól, hogy mennyire a Mikéhez nőttek azok a dolgok. Hát ezt nem lehet pótolni. Fehér Miklós 25-ször szerepelt a magyar válogatottban, 1998-ban Győrből szerződött Portugáliába. 2004. januárjában 24 évesen a Benficában játszott, amikor az egyik bajnoki mérkőzésen rosszul lett. Kórházba vitték, de már nem tudták megmenteni. Győrben ma is sokan emlékeznek rá, mindenki megdöbbent, aki csak hallotta, hogy mi történt a sírjával. Igazából a focista múltjára emlékszem, amikor még a Zetóban játszott, egy végtelenül barátságos, szimpatikus, intelligens. Szóval nem is értem ezt az egészet. Az a véleményem, aki ilyen csinál, az nem ember, az nem való közénk, és szégyelje magát. A temetőt egyébként őrzik, a tolvajok éjjel jutottak be, és törték fel a sírt. Elektronikai eszközök, köztük kamerák is védik a temető biztonságát, és a személyzet is őrködik azon, hogy biztonságosan legyenek ezek a sírok, illetve az értékek. Sajnos így is előfordulnak időnként apró lopások, viráglopások, kisebb bűncselekmények. A rendőrség nyomozást indított az ügyben.